A tanácskozás elején dr. Fekete Zoltán köszöntötte és gratulált Tálai Andrásnak, akit immár 5. alkalommal választottak meg Mezőkövesd és térsége országgyűlési képviselőjének. Majd dr. Fekete Zoltán felolvasta testvérvárosunk Kézdivásárhely polgármesterének Bokor Tibornak levelét, amelyben az ott élő magyarok nevében gratulált a választási eredményekhez. A határon túli üdvözlet után Tálai András országgyűlési képviselő mondott köszönetet a választópolgároknak, hogy részt vettek a választáson, és megköszönte azt is, hogy személyére és a Fidesz-KDNP pártra szavaztak. Elmondta, hogy Mezőkövesd előtt még számos feladat áll, hogy tovább haladjon a fejlődés útján, és reméli, hogy a képviselőtestülettel a jövőben is eredményesen tudnak majd e téren együttműködni. Ezt követően polgármesteri tájékoztató hangzott el, illetve a testület elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítását, a 2013-as év zárszámadását, illetve egyszerűsített beszámolóját. Módosították a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletet. Erre azért volt szükség, mert NHS Tisza Nonprofit Kft.-re változott a szolgáltató neve. Emellett módosítás, hogy az ingatlan tulajdonosoknak június 30-áig kell megvásárolniuk a minimum 13 darab 120 literes hulladékgyűjtő zsákot. A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletben is változásokat eszközöltek. Arról szól módosítás, hogy szociális, illetve hát önkormányzati segély, amelyhez már beletartozik a temetési segély, a szemétszállítás, tehát sok minden. Évek óta nem emelkedett a minimál nyugdíjnak az összege, és minden ilyen ellátási forma a minimál nyugdíj összegének százalékos megállapításáról szól, illetve így van megállapítva a jogosultság. Mi most azt a módosítást követtük el, hogy felemeltük ezeket a százalékos értékeket, mert a 28.500 forinthoz képest a 250%-a volt a határ. Az azt jelentette, hogy nagyon sok nyugdíjas, akinek évközben, vagy az elmúlt években emelkedett a nyugdíja, kiestek ezekből az ellátási formákból. Mi azt szerettük volna, és azt szeretnénk, és ezért is csináltuk ezt a módosítást, hogy minél többen kaphassanak zsóri belépőt, szemétszállítási díjat, stb. Tehát megemeltük a jövedelem határokat, hogy Mezőkövesden legalább ugyanannyian hozzáférhessenek ezekhez az ellátásokhoz, mint mikor ezt bevezettük jó pár évvel ezelőtt. Ez volt a módosítás lényege. A grémium elfogadta a mezőkövesdi többcélú kistérségi társulási megállapodás módosítását, a Zsóri Camping Kft. 2013 évi egyszerűsített beszámolóját, a kemping és az üdülőházak, illetve a tájházak nyári üzemeltetésre történő felkészítéséről szóló tájékoztatót is. Most határoztak a civil szervezetek egyházak számára nyújtható támogatási kérvényekről is. A szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről is tárgyalt a képviselőtestület. A pályázat révén több mint 5 millió forint értékben 249 szociálisan rászoruló gyermek nyári étkeztetését tudja majd biztosítani az önkormányzat. Az erről szóló pályázati anyagot június elején bírálja el majd az illetékes testület. A képviselők döntése alapján az önkormányzat visszavonja a Széchenyi István Katolikus Szakképzőiskola energetikai korszerűsítésére benyújtandó pályázatát. Erre azért volt szükség, mert ezzel egy időben az Egri Egyházmegye is beadta hasonló projektjét. Az egyházi pályázat 100%-os támogatottságú, míg az önkormányzat által eszközölt projektben a kiadások 85%-át biztosítanák, ezért értelemszerűen az önkormányzat által benyújtott pályázat visszavonása volt a célszerű. A városatyák döntöttek a tiszta forrásból emléktábla elhelyezéséről is. Nagy büszkeségünk, Magyarországon az első település voltunk, szó szerint is, mert én voltam az első, aki ezt a táblát átvette. Ebben a díjban részesítettek minket. Ez a díj arról szól, hogy Mezőkövesd városa, mint ahogy a neve is mondja, tiszta forrás városa. 1899-ben már népdalokat gyűjtött itt Vikár Béla. Az ő emlékére szól ez az emléktábla, amelyet majd a Matyó Múzeum homlokzati falán helyezzük el. Azonban itt nem csak az emléktábla a lényeg, hanem a ehhez kapcsolódó kettő DVD-t nyújtottak át számunkra, amely most már a zeneiskolában van.
átadtuk az ő részükre. Ezek azokat a gyűjtéseket tartalmazzák, amit 1899-től folyamatosan itt a Matyóföldön végeztek. Pótolhatatlan kincs, és eddig fellelhetetlen, számunkra hozzáférhetetlen anyagok voltak ezek. Most itt van a városunkban, mindenki használhatja, gyűjtheti. Én azt gondolom, hogy ez a lényege ennek a díjnak. Amellett persze, hogy büszkék vagyunk rá. A meghozott határozat értelmében az emléktáblát a Matyó Múzeum épületének homlokzatára helyezik majd ki. Az utánpótlás sportközpont további fejlesztése érdekében a képviselők elfogadták a városi településrendezési terv és helyi építési szabályzatmódosítás véleményezési szakasz ismertetését, lezárását. A grémium szintén megszavazta a Klebelsberg intézményfenntartó központ köznevelési intézményeinek alapdokumentumát érintő változásokkal kapcsolatos állásfoglalást, valamint a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft., illetve a Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosítását. Sürgősségi indítványként tárgyalta a testület a 10 parancsolat emlékmű elhelyezését, mely a meghozott határozat értelmében a Kavicsostó és Szabadidő Parkban lesz elhelyezve. A Városi Rendelőintézet felújítása kapcsán is döntést hozott a testület. Most a közbeszerzési eljárás kiírásáról döntött a testület, amely alapján a kivitelező kiválasztásra fog kerülni. Innen számítva sajnos még mindig 2 hónap, mire meg lesz a kivitelezőnk, ha minden jó, de ez azt jelenti, hogy az év második felétől elkezdődhetnek ténylegesen a munkák, amit már réges-rég várunk, a rendelőintézet felújítását. Az ülés végén technikai módosítást hajtottak végre a Mező Ferenc tagiskola, a Móra Ferenc úti és Dohány úti tagóvodák pályázata kapcsán beadott Európai Uniós Önerő pályázathoz szükséges határozataiban.